Igazi kísérletező egyéniség volt, aki megőrizte gyermeki kíváncsiságát élete végéig. Ezt mondta Koltai Lajos az újév éjszakáján elhunyt Zsigmond Vilmosról. A magyar származású Oscar-díjas operatőr amerikai otthonában 85 éves korában halt meg. Életművét több Egyesült Államokbeli szaklap is méltatta. Itthon Szabó István filmrendező úgy nyilatkozott róla, hogy a legkiválóbbak közé tartozott. Tavaly júniusban készült Zsigmond Vilmosról ez a felvétel. Mosolygott, elégedettnek tűnt. Fotóiból nyílt kiállítás a Ludwig Múzeumban, ekkor adta utolsó interjúját az ATV-nek. Szeretettel beszélt a fényképezésről. Ezt én hobbinak is kezeltem. Én szerettem magamnak fényképezni, amikor senki másnak nem dolgozom, nem filmre, nem egy rendezőnek, senkinek. Szóval az a dolog, amikor az ember egy fényképész marad, az egy jó dolog, mert hát valamiképpen egymagadba vagy. Ilyen színvonalú, szeretettel átitatott kiállítást nem nagyon lehet látni a világon. Bár Koltai Lajos egy szervezési hiba miatt nem kapott meghívót a kiállításra, később megnézte. Azt mondta róla, a képek pontosan tükrözik Zsigmond Vilmos látásmódját. Ugyanaz a srác volt, mindig volt benne egy természetesség, egy szeretet, egy segíteni akarás, ez velem kapcsolatban például mindegyik megvolt. Végig követte az életemet, és végig segítette az életemet. De ő mindig az volt, mindig olyan volt, mint amilyen a Vili. És ez volt benne a szerethető, meg követhető. A világhírű operatőr 1930-ban született Szegeden. A fotózáson keresztül közelített a mozgókép felé. 1955-ben végzett operatőrként a Színművészeti Főiskolán, Illés György tanítványaként. Több évfolyamtársával együtt majdnem 10 000 méternyi filmet forgatott tele az 56-os forradalom eseményeiről, a legenda szerint sokszor táskába rejtett kamerával. 56 őszén hagyta el az országot, első jelentősebb munkája az Egyesült Államokban Peter Fondához kötődik. A nehéz kezdet ellenére később úgy nyilatkozott erről az időszakról, hogy jókor került Hollywoodba, mert olyan rendezők tűntek fel akkor, akik nem csak kassza sikerekben gondolkodtak. A 70-es években két filmet is forgatott a rendező Steven Spielberggel. A 77-ben bemutatott közös filmjük, a harmadik típusú találkozások olyan sikert ért el, amelyet az Amerikai Filmakadémia 1978-ban Oscar-díjjal jutalmazott. Ugyanebben az évben fényképezte a vietnámi háború borzalmait és utóhatását bemutató Szarvasvadászt, amelyért nem Oscar kapott, bár jelölték. A Brit Filmakadémia tüntette ki a legjobb operatőr díjával. Több műfajban kipróbálta magát az Egyesült Államokban és a 2000-es években itthon is. Forgatott életrajzi filmet Stalinról, készített erotikus thrillert, sci-fit, zenés filmet és operát is K.L. Csabával 2001-ben. Nem adott fel abból semmit, amilyen ő. Koltai Lajos szerint Zsigmond Vilmos a kezdetektől arra törekedett, hogy a film inkább a festészetre hasonlítson, és ne a technikára. Azt lehetem mondani, hogy ez nehéz, Pali, mert mindig megkérdezi, hogy mit, miért csinálunk. És az egész filmezésnek ez a lényege, hogy az ember eldönti, hogy ezt a filmet így csinálja, és innen látja a világot. Ez az alapkérdés, hogy valakit egyéniségnek hívjanak. Hogy ez az ő szemszöge a világról. És a Vilének volt szemszöge a világról, és ezt használta. A világhírű operatőr fotókiállítása idején ünnepelte 85. születésnapját, ekkor már beteg volt, több szervi problémával is küzdött. Új év éjszakáján halt meg az Egyesült Államok beli otthonában.